Határon túli témával kezdjük a ma estét. Jakabfi Elemér erdélyi politikusról ma is elismeréssel beszélnek az egész Kárpát-medencében. Keményen harcolt az erdélyi magyarság jogaiért, és nem csak politikusként, hanem újságíróként is. Munkássága előtt minden évben a Jakabfi napokkal tisztelegnek Szatmárnémetiben, az idei pedig különleges, az író születésének 135. évfordulójára is emlékeznek. Ebben a házban töltötte életének utolsó részét Jakabfi Elemér, ide költözött gyerekeihez, miután a kommunista állambiztonsági szervek rendszeresen zaklatták a magyar kisebbségért folytatott tevékenysége miatt. Mi gyerekek ezt nem is fogtuk fel annak idején tulajdonképpen. Meg hát olyan időket éltünk, hogy nem volt szabad erről nagyon beszélni sem. Csak ami utána megmaradt, azok az élmények, meg beszámolók, meg kéziratok. Szatmárnémetiben már hagyomány, hogy a Jakabfi Elemérhez kötődő évfordulókon megemlékeznek róla. Ameddig kisebbség van, és ameddig kisebbségben él a magyarság, és ez távlatokban nézve, ez biztosítva van, és ameddig kisebbség lesz Európában és a világon, addig én szerintem Jakabfi Elemérnek az eszméje, felfogása, példája, példamutató lesz. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület azért hívta életre a Jakabfi napokat, hogy megismertesse a politikus munkásságát. Azóta már Kárpát-medencei szintű tanácskozásra nőtte ki magát, az évek során több mint 70 történész, kisebbségpolitikus és kutató tartott előadást. A tanácskozásra Magyarországról, Felvidékről, Kárpátaljáról és Délvidékről is érkeztek. Mi a Délvidéken nem igazán ismertük korábban a munkásságát, és aztán az ember, amikor elmélyed és körüljárja a témát, akkor kiderül, hogy rengeteg fontos. Egyrészt egyezés van, rengeteg olyan tapasztalat, egy olyan gondolat, amelyet felhasználhatjuk a mai politizálásunkban is. Ez a rendezvény Jakabfi Elemér munkásságának felelevenítése mellett lehetőséget teremt arra is, hogy a Kárpát-medence különböző részein élő történészek, kisebbségkutatók találkozzanak, és ismertessék egymással kutatási eredményeiket. Amit most ide erre a tanácskozásra hoztam, azok elsősorban Romániára reprezentatív vizsgálatok, és azt nézik meg, hogy a román közvélemény a magyar kisebbségi jogokhoz, illetve a magyar állampolgárság politikához hogy viszonyul, és hát bizonyos értelemben meglepőek az eredmények, hogy a kisebbségi jogok tekintetében nincs semmi fajta áttörés, tehát ugyanúgy elutasító a román közvélemény ezekkel a dolgokkal, tehát akár az autonómiára, akár a nyelvi jogokra gondolunk, mind a 90-es években. Azért adtam a könyvemnek azt a címet, hogy kísérlet a trianoni trauma orvoslására, mert ez egy kísérlet volt, és hát a könyvből kiderül, hogy legjobb esetben azt mondhatom, hogy hát részleges eredményt hozott. A rendezvényen részt vett Jeszenszky Géza történész, egykori külügyminiszter is, akinek bemutatták a napokban kiadott könyvét. A kötetben többek között a román külügyminiszterekkel az Antal kormány által folytatott tárgyalásokat is leírja, amelyben az erdélyi magyarság kisebbségi jogainak érvényesítését kérték. Én nagyon hamar rájöttem arra, hogy jó szántából se Románia, se a többi szomszédunk nem fog olyan kisebbségi politikát folytatni, ami egyébként a nyugati elvekből fakad, és ami nyugati gyakorlatban, Dél-Tirol a legjobb példa. De akkor még volt egy remény arra, hogy a nemzetközi nyomás, a nemzetközi konvenciók, amelyek ajánlásként, majd aztán kötelezőbb jelleggel megszülettek, hogy ezek majd megváltoztatják a helyzetet. Jakabfi Elemér politikusként kitartóan harcolt az erdélyi magyarság jogaiért, több nemzetközi kisebbségi kongresszuson felszólalt, és ő indította el és szerkesztette a Magyar Kisebbség nevű folyóiratot is. Jakabfi Elemér munkássága ma is időszerű, amelyből minden európai politikusnak merítenie kellene, ezt mondtam a Szili Katalin Szatmárnémetiben. A miniszterelnöki megbízottal tudósítónk Egyedi Bernadett beszélgetett. Jakabfi Elemér politikus emlékét több kezdeményezés is próbálja ápolni, felidézni és élővé tenni. Ez volt a célja az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek is, amikor életre hívta a Jakabfi napokat. Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat, jogász, köszöntöm. Ön már a kezdetektől fogva támogatta ennek a rendezvénynek a megszervezését, és amikor csak teheti, részt is vesz rajta. Miért tartja fontosnak ezt a konferenciát? 5 évvel ezelőtt is 2011-ben részt vettem egy ilyen konferencián, azért, mert nagyon fontos láttunk azt, hogy Jakabfi munkásságából például egy 100 év távlatában egyáltalán mi történt a politikában, nemzeti kisebbségek sorsa hogyan alakult. Éppen ezért örültem akkor, amikor Muzsnai Árpád az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületől megkeresett, hogy jó lenne idén is megrendezni
ezeket a napokat és egy konferenciát szervezni. Ebben partnereim is voltak, hiszen a Nemzetpolitikai Államtitkárság, ezen kívül a Bethlen Gábor Alap rögtön mellénk állt és támogatta ennek a konferenciának a létrehozását, aminek remélem, hogy lesz olyan eredménye is, hogy egy tanulmányban fogjuk látni, hiszen akkor mindenki kézbe kaphatja azt, hogy mi történt. Én itt említettem a konferencián azt az egy idézetet Jakab Fitól, aki egyszer azt mondta egy beszédében, hogy önmagában az, hogy a kisebbségekkel Európa hogy bánik, ez az európai politika próbaköve is lesz. És ilyenkor el szoktam mondani, és az előadásomban is, hogy ma például Európában a 85%-a a lakosságnak, ez közel, tehát akik 85%-nyian az európai polgárok közül többségi társadalomhoz tartoznak, 10% tartozik a kisebbségekhez, ez közel 50 millió ember, és 5% pedig migráns bevándorló. Ebből viszont az látható, hogy semmi nem változott, még ma is azt mondhatjuk, hogy az európai politika próbaköve a nemzetiségi kérdés, hiszen az európai politikának ez tulajdonképpen nem része, többet foglalkozik a bevándorlókkal és a különböző migránsokkal, mint amennyit azzal a 10%-kal, akik kisebbségi sorsban élnek, és akik például szeretnének autonómiát, önigazgatást, önkormányzást, és hát jól látható, hogy a 100 év távlatában ebben nagyon csekély változások történnek, hiszen még ma is előfordul az, hogy néhány helyen, ahol a közösség szeretné, ha az európai szubszidiaritás elve alapján saját magáról dönthetne, tulajdonképpen ezt nemzetbiztonsági kockázatként kezelik a többségi társadalom részéről. Hogy látja, meríthetnek-e Jakab Fi példájából a mai politikusok? Én nagyon örülnék, ha minél többen ismernék, hiszen az ő írásai, amelyek, ahogy itt is elhangzott, nem csak szociális érzékenységről tesznek tanúbizonyságot, hanem a nemzeti elkötelezettségről is. Én úgy hiszem, hogy ma minél több olyan politikusra lenne szükség, akik elsősorban nemzetben gondolkodnak, elsősorban számukra az a közösség a fontos, ahova tartoznak, hiszen az Európa új arculatát is, egy új szabályozott Európát is gyakorlatilag azt teremthetne meg, ha minél tágabb teret kapnának azok a közösségek, akik szeretnék az identitásukat, nyelvüket, hagyományaikat őrizni, ápolni, kultúrájukat őrizni. Szili Katalina, köszönjük. Ma a Jakab Fi eleméről szóló tanácskozás második napján a résztvevők ellátogatnak az erdélyi politikushoz kötődő helyszínekre, megkoszorúzzák emléktábláját és sírját is itt Szatmárnémetiben.